Szeretettel köszöntöm nézőinket, László Lilla vagyok. Heti programajánlónkkal jelentkezem ismét, és rögtön egy jó hírt is hoztam önöknek. Ez a hét mindössze 3 munkanapból áll, hosszú hétvége vár ránk, bőven lesz idő mindenféle szórakozásra, kikapcsolásra, pihenésre, és ha minden jól megy, még az időjárás is kedvezni fog nekünk. A március 15-i hosszú hétvégén viszont győződjenek meg arról, hogy különböző intézmények miként, hogyan tartanak nyitva. Vágjunk is bele a programajánlóba, nézzük, mit tartogat először Terézváros. Önismereti tréning a Mozsár kávézóban. Az önismeret valójában azt jelenti emberként élni. Merjünk szembenézni a saját tükörképünkkel. Ez az első lépés a talpraálláshoz. Komoly harc ez, amit meg kell vívnunk a menekülések helyett, hisz ez az egyetlen módja, hogy a tükörben azt az embert lássuk, akik szeretnénk lenni, és azzal váljunk, akit szeretni lehet. Dr. Csernus Imre nagy szakértelme mellett egyéni stílusáról is ismert, talán ez módszerének a titka. Következő alkalommal a Terézvárosi Mozsár műhely kávézója segít az önmagukat megismerni vágyóknak március 13-án és 14-én reggel 10 órától. A tréning előtt regisztráció szükséges, amely a megvásárolt jeggyel 9 óra 45 perckor lehetséges. Alul semmi előadás a Thália Színházban. A helyszín Sheffield. Két munkanélküli darukezelő csodálatos tervet eszel ki. Férfi striptizzel keresnének pénzt, hogy kisiklott életüket helyrehozzák. Elragadó, megindító történet ez a bolondos szervezésről, amelynek végén összeáll a csapat. Nem fiatalok, nem szépek, nem hibátlanok, de ma este a színpadra lépnek, és le sem engedik majd őket, míg nem marad alul semmi. A legendás film magyarországi színpadi változata igazi sztárparádéval kecsegtet. Szabó Győző, Nagy Viktor, Pindroch Csaba, Gubás Gabi és Sej Judit csak néhány az ismert színészek közül, akik garanciát jelentenek a remek szórakozásra. Szeretettel várnak mindenkit március 18-án, 19-én és 20-án este 7 órakor a Thália Színházban. Bátran élni, bátran félni. Ismeretterjesztő előadás az 5-ös 10-ben. Vajon miért félünk annyira a félelemtől? Hogyan tud hajtóerővé válni ez az érzés? És mikor hozza ki a legjobb, vagy épp a legrosszabb oldalunkat? Álgaui Hesna, Prima Primissima díjas újságíró, televíziós riporter az elmúlt 15 évben több mint 20 országból, köztük számos háborús terepről tudósított, ahol megdöbbenve figyelte meg a félelem pszichés és fizikai hatását nem csak a rettegő lakosságon, hanem a katonákon, a többi újságíron, no és saját magán is. Elkezdett alaposabban foglalkozni a témával, kutatókat keresett fel, hogy megtudja, mi történik az agyunkban, az izmainkban, amikor félünk, és világhírű szociálpszichológusokat kérdezett meg arról, hogyan vehetjük észre, ha a félelem alattomosan elkezd irányítani szokásainkat, viselkedésünket. Érdekes és mindenkit érintő témát boncolgatnak tehát az 5-ös 10-ben, március 19-én este 6:30-kor. Irodalom éjszakája 2018. Két év siker után a különleges kulturális happening az irodalom éjszakája Budapest belvárosának szívébe a 6. kerületbe költözik. Az idei éjszakának a 21 a szerencse száma. Március 21-én a tavasz első napján a szerelem jegyében 21 kortárs világirodalmi szerző regényeiből, novelláiból olvas fel, 21 Radnóti is és a Radnótihoz közel álló színész. Mindezt 21 szokatlan és különleges terézvárosi helyszínen. Az irodalom éjszakáján a 10-15 perces felolvasások este 7 órakor kezdődnek, fél óránként megismétlődnek, az utolsó kör pedig este 10:30-kor indul. Minden helyszínen egy-egy színész olvas fel részletet egy adott műből, összesen 8 alkalommal. Olyan izgalmas és sok esetben a nagy közönség számára nem látogatható helyszínek között tarthatnak világirodalmi sétát az érdeklődők, mint a Prezi, a Terézvárosi templom plébániája, vagy éppen az Artpool galéria. Az esemény egy koncerttel zárul, László Attila vezetésével a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói és már végzett zenészek tartanak egy remek jam sessiont. Minden érdeklődő maga állíthatja össze a saját útvonalát, programját, annak függvényében, hogy a felolvasásokat milyen sorrendben szeretné meghallgatni az este folyamán. Az egyes helyszínek eltérő befogadó képességgel rendelkeznek, így kérik, hogy a vendégek előre tájékozódjanak, amit megtehetnek az esemény weboldalán. Az irodalom éjszakájára március 21-én a belépés ingyenes és előzetes regisztrációt sem igényel.
Bábú Fesztivál a Budapest Bábszínházban. A Bábú Fesztivál célja a kezdetek óta változatlan. A hazai és határon túli államilag támogatott és független bábszínházak izgalmas, új utakat kereső előadásait bemutatni fővárosunkban. Az évek során egyre rangosabbá váló rendezvényen tematikus a válogatás, amelyek egy része friss bemutató, amiket először e fesztivál keretében láthatnak a budapesti nézők. 2016 óta színházi nevelési szakmai nappal egészül ki a fesztivál, amely alkalmat ad a magyarországi bábszínházakban folyó színházi nevelési munka feltérképezésére, a szakemberek tapasztalatcseréjére. Meg annyi izgalmas program és előadás várja a Bábszínházba látogatókat március 21-e és 23-a között. Az esemény részletes programjáról a Bábszínház weboldalán tudnak tájékozódni. Balázs János és Lajkó Félix improvizációs estje a Zeneakadémián. A két művészt jól ismeri a közönség, saját stílusukban mindketten kimagasló eredményeket értek már el. Lajkó Félix hegedű művész improvizációjával és világzenéjével, míg Balázs János zongora művész a klasszikus zenével lopta be magát a publikum szívébe. De mit idéz elő két erős egyéniségű zenész közös játéka? A zenei határok eltűnését, ahol nincs előre megírt hangjegy, előre megbeszélt dallamok, csak a lélek muzsikál abban a percben, amikor megtörténik a csoda, az improvizálás. Mindehhez elengedhetetlen a közös zenei elképzelés, az egymás zenei gondolatának kitalálása, ami mindig mást idéz elő. A két fiatal újraértelmezi, ugyanakkor hallgathatóvá és befogadhatóvá teszi a kortárs zenét. Izgalmas zenei kalandban lehet része annak, aki a Zeneakadémiára látogat március 21-én szerdán, este 19:30. Március 15-i ünnepi programok. Az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc emlékére ismét ünnepi programok sora lesz Budapesten. Az esemény, ahogy minden évben, a nemzeti lobogó felvonásával és katonai tiszteletadással kezdődik, reggel 9 órakor a Kossuth téren. A díszünnepség szintén a Kossuth téren 14 órakor kezdődik. A nemzeti ünnephez kapcsolódóan számos családi programra várják a budai várba látogatókat. Hazai finomságok a vásári forgatagban, térzene, népzene és néptánc tanítás, koncertek, gyermekprogramok, történelmi séta és tárlatvezetés, de lesznek próbatételek és vetélkedők a Táncsics börtönben, csak úgy, mint közúti közlekedés biztonsági vetélkedő és kutya örökbefogadás is. Március 16-án pénteken a Szent Korona az Országházban reggel 10 és délután 5 óra között ingyenesen látogatható. A március 15-i, 16-i ünnepi programok mindegyike ingyenes. Természetesen Terézvárosban sem feledkeznek meg az 1848-as, 49-es megemlékezésről. Március 14-én 11 órakor a 6. kerületi Jókai téren ünnepi műsorral és koszorúzással várnak mindenkit, no és nagy szeretettel. Terézváros izgalmas eseményei után természetesen ne feledkezzünk meg a főváros más pontjain levő programokról sem. Első körben engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam a szokásos 1848-as, 49-es ünnepi programokat. Tavaszi orchidea kiállítása Vajdahunyad várában. Az orchidea kényes és kiszámíthatatlan növény. Van, akinél harmad, negyed virágzására is képes, másoknál a legjobb szándék ellenére elpusztul. A Magyar Orchidea Társaság tavaszi orchidea kiállításán a több száz virágzó, illatos orchidea között kiemelt szerepet kapnak a dendróbium, nemzetség különböző fajai és hibridjei. A Mezőgazdasági Múzeum földszintjén pedig teljes lesz a kínálat a hazai és külföldi kertészetek orchideáiból, egyéb növényeiből. Ismerjük meg jobban a különböző gyönyörű virágokat, és tudjunk meg többet a megfelelő tartásukról, ápolásukról március első hosszú hétvégén, március 15-e és 18-a között, reggel 10 és este 6 óra között. Március 15-éről természetesen vidéki helyszíneken is megemlékeznek. Engedjék meg, hogy most egy vidéki helyszínt ajánljak figyelmükbe. Kokárda Fesztivál a Monostori erődben. A komáromi Monostori erőd 2018. március 15-én különleges módon idézi meg az 1848-as eseményeket. A Kokárda Fesztivál programjainak segítségével a gyerekek és a felnőttek is megérthetik, átgondolhatják a márciusi eseményeket. A programok reggel 9 órakor kezdődnek. Az érdekességek között szerepel egyenruhás tárlatvezetés, huszárkarüsszel bemutató, kézműves játszóház, beöltözős fotózás és erőd színházi előadás. Ünnepi hangulatban vár mindenkit a komáromi Monostori erőd március 15-én.
Ez volt heti programajánlónk, megköszönöm már a megtisztelő figyelmüket. Amennyiben bármilyen kérdésük vagy észrevételük lenne, úgy ezt megtehetik az infokukac@hatoscsatorna.hu e-mail címen, vagy a 0613010956-os telefonszámon. Szép hetet, sok tartalmas programot kívánok Önöknek, viszontlátásra!